kispályás focitornával, tornákkal segített az Adnió Kupa baráti kör, és teszik mindezt immár negyedik éve. Idén összesen 400 élelmiszer és nagyjából ugyanennyi ajándékcsomagra való gyűlt össze karácsonyra, körülbelül 4 millió forint értékben. Ebből kapott a szegényeket támogató alapítványon keresztül 86 család több mint 100 gyermeke karácsonyi ajándékokat. A kezdeti terv az volt, hogy 200 családot fogunk megajándékozni tartós élelmiszercsomaggal, és 200 gyereknek vásárolunk vadonatúj játékokat, vagy gyűjtünk, vagy nyilván felajánlást, amit kapunk. Hát tavaly is ez volt a terv, ennek ellenére szerintem már 400 csomagnál járunk, tehát fogunk vinni az idősek otthonába, a gyerekek otthonába, tehát úgy gondolom, hogy szinte Székesfehérvár összes olyan családjához eljutunk majdnem, akik igazából tudnak örülni ennek a kis csomagnak, és legalább ennyi játék is gyűlt össze. A különleges kezdeményezéshez különleges ajándékozás dukál. A SETA a technikaházába is próbálta becsempészni a szenteste karácsonyfa körüli ajándékozás hangulatát. Szenteste is a legfontosabb és a legizgalmasabb dolog az, amikor a fa alatt megtalálhatjuk a saját ajándékunkat. Ezt szerettünk volna mai napra átültetni. Kis kupaszokba leraktuk az ajándékot a gyerekeknek, és mindenkinek saját magának kell megkeresnie. Segítők lesznek a kupacok mellett, ahol a gyermekek nem tudnak még olvasni, illetve oda szülők is oda kísérik őket majd. Az Adnió Kupa baráti kör karácsonyi, nevezzük így, csodacsinálása ezzel nem ért véget. A vasárnapi torna teljes bevételét hozzávetőlegesen 1,5 millió forintot egy ALS szindrómával küzdő Táci hölgy gyógykezelésére ajánlotta fel. Az Adnió Kupára az ország több pontjáról is érkeztek csapatok, volt olyan együttes, amely 300 kilométert utazott, hogy focizzon egy jót, és persze, hogy segítsen. Az egyik csapattársunk tette be a csoportunkba a posztot, hogy jó lenne, hogy elindulnánk, és a csapat úgy döntött, hogy mivel jótékony célt szolgál, ezért részt veszünk ezen a tornán. Ez egy nagyon jó dolog, én úgy gondolom, akin lehet, azon bírjunk segíteni, és ez egy önzetlen felajánlás bárki részéről, amit tud, azt tegyen meg érte. És hogy megy a játék? Úgy döcögősen, de igazából nem ez a lényeg, hanem amiért beszéltünk is az előbb, a jótékonyság és a sport szeretete. A 10. vagy a 11. kupa, nem tudom, a hányadik most, mindegyik kupán voltunk. Miért tartjátok ezt fontosnak, hogy mindig itt legyen? Hát igazából azért is, mert szeretünk focizni, meg segítünk másoknak. Másokon segíteni és sportolni mindig jó, ha pedig a kettő találkozik, ott valóban mindenki győztes. Éppen ezért lehetünk biztosan benne, hogy jövőre is több tornával segít majd az Adnió Kupa baráti kör a rászorulókon.